Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is mai adásunk tartalmát röviden. A leendő elsősöket és a szüleiket várta a Tamási Aranyalma Waldorf iskola. Mutatjuk az edzést, ahol garantált a jókedv és az izomláz. Az egyik legjobb személyiség és képességfejlesztő sportot sokan látogatják Tamásiban. Egy mozgásforma, mely 76%-ban segít megelőzni az Alzheimer-kort. A Waldorf iskolák legfontosabb nevelési elveinek egyike a gyermek személyiségének minél mélyebb és sokoldalúbb megismerése. Az állami iskolával ellentétben itt az osztálytanító lehetőség szerint végig kíséri a tanulók első 8 évét. A gyermek megismerése, az egyéni fejlődésének biztosítása és érzelmi biztonságának kialakulása miatt fontos ez. Erről és minden olyan információról felvilágosítást nyújtott a Tamási Aranyalma Waldorf iskola tanári kollégiuma, ami a szülőkben esetleg a leendők is elsősökben felmerült. Tamásiban sokak számára egy álom teljesült 4 évvel ezelőtt, amikor megnyitotta kapuit az Aranyalma Waldorf iskola. Ez idő alatt számos olyan rendezvénnyel készültek, amelyen keresztül betekinthettek az érdeklődő családok a náluk folyó oktatási munkába. Ezúttal a leendő elsősöket és szüleiket várták, hogy megválaszolják számukra a felmerülő kérdéseket, és bemutassák az intézményben zajló tevékenységet. Ezzel az első kis bemutatkozóval egyfajta ilyen kapaszkodót szeretnénk nyújtani azoknak a családoknak a részére, akiknek a gyermekeik iskolaválasztás előtt, vagy hát azoknak a családoknak, akiknek a gyermekeik most lesznek iskolások, és hát a családok még bizonytalanok, hogy hol is szeretnék folytatni majd az iskolai éveket. És már 4 év folyamunk van, egyre szélesedik így a palettánk, nem csak Tamásiból, hanem így a környező településekről, egészen Siófokról is járnak már hozzánk gyerekek. Tehát szerencsére azt mondom, hogy bővülünk, tehát hogy egyre több az érdeklődő család. Készültünk természetesen Apple füzetekkel, hogy beleláthassanak a szülők, hogy hogy dolgoznak a gyerekeink, így elsőtől egészen most már így a saját évfolyamunkon keresztül, illetve hoztunk olyanokat is, amik már felsőbb évfolyamokat mutatnak be, mert lényegesen bővül ez a paletta, ahogy megyünk föl a felsőbb évfolyamok felé. Kézimunkáról készült alkotások vannak itt, festmények, tehát a kézműves tevékenységről hoztunk a szülőknek irodalmat, szakirodalmat, egyrészt ami őket segíti, másrészt azokat a kiadványokat, amik minket, tanárokat segítenek, akkor hangszereket. Nyilván egy ilyen környezetben nehéz megteremteni azt a hangulatot, ami őket a mindennapokban körülveszi, mert az tény, hogy egy Waldorf iskolának a termei, azok nagyon sajátos hangulattal rendelkeznek. A falak színe más, tehát mindennek tudatos és megfontolt miértjei vannak. Nagyon széles körű ez a művészeti tanulmány is, tehát hogy ezek a mindennapok részét képezik náluk, de ettől függetlenül járnak külön órákra. Szerintem nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a zenei órákat ott helyben meg tudjuk oldani, illetve biztosítani, legyen az gitár, hegedű, dob vagy fúvós hangszerek, és emellett, aki például sportban szeretne mondjuk tevékenyen részt venni, az ugyanúgy eljár külön órákra is természetesen, tehát ebben nyitotta az ő lehetőségük is. Waldorf iskolákban van egy 3-as egység, az a szülők egysége, a tanári kollégium egysége és a fenntartó. Tehát ez a 3-as egység, ez nagyon fontos, hogy együtt tudjunk működni. Így természetesen a szülőknek a munkájára is nagyban számítunk, és hát ugyanúgy részesei az iskola életének, ahogy a gyerekek. Mindig ezen gondolkozunk, hogy mik ezek az általános kérdések, amire így mindig készüljünk, tehát ezek mindig tipikusak, úgyhogy most azért is van ez az alkalom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk, mert még azt gondoljuk, hogy mindig nagyon sok tévhit, meg olyan hiedelem van ezzel az iskolával, vagy ezzel az is oktatási módszerrel kapcsolatban, ami nem feltétlenül világos és átlátható nagyon sokaknak. Nagyon sok esetben sokkal szigorúbbak a kereteink, csak azok a keretek tényleg egy olyan keretek, amik között a gyerekek az egyéniségüknek, életkori sajátosságainak megfelelően tudnak szabadon mozogni. De azt gondolom, az a ritmus, egy napnak a ritmusa, egy hétnek, a hónapoknak és egy teljes évnek a ritmusa, az viszont szerintem sokkal kötöttebb, mint mondjuk egy állami oktatásban. A szülők aktívan kiveszik a részüket a rendezvényekből. Természetesen az iskolai kapaszkodó nevet kapott beiskolázási programon is ott voltak. Mi óvodában, nem waldorfos óvodában jártunk, hanem állami óvodában, németes csoportban. Viszont mikor iskola kezdés volt, és ugye választás, akkor volt olyan szülői segítségünk a háttérben, és barátok, ismerősök,
akikkel meg tudtuk ezt beszélni, át tudtuk gondolni, hogy mit szeretnénk. Igazából ugye a legfontosabb az volt, hogy egy kellemes környezetben, biztonságosan, szeretetben tudjanak a gyerekek tanulni, létezni. Családba kerültünk, én azt gondolom, így a Waldorf által, mint a gyermekek és mind a szülők is. Tehát nagyon-nagyon jó közösségünk van. A gyerekek nagyon sok mindent játékosan, és a természetet is kint a természetben tanulják. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanulnak az életről. Két nyelvet tanulnak, tehát folyamatos a nyelvoktatás, és ugye mi már 3 éve járunk ide a Waldorf iskolába. Nekünk azért van viszonyítási alapunk, mert a másik két gyermekünk az állami iskolába járt. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy heteken keresztül csak egyféle dologgal foglalkoznak. Tehát csak a számolással, csak az írással, az olvasással. A már több éve az intézményben járó diákok csillogó szemekkel várták a leendő elsősöket, akiknek ők maguk meséltek az iskola mindennapjairól. Én a festésórát szeretem a legjobban, mert ott szeretek festeni nagyon, és ott kivontakozok magamtól. Kedvenc órám a kézi munka. Meg azért szeretem nagyon a Waldorf iskolát, mivel hogy nem olyan, mint egy rendes általános iskola, hanem teljesen más. Mások az igények, meg minden más. Míg az érdeklődő családok a tanári kollégiumtól kaptak választ kérdéseikre, addig a gyerekeket kézműves foglalkozás várta egy másik teremben. A mozgás sosem árt, hát ha még társul hozzá egy jó társaság, ahol garantált a jó hangulat, akkor pláne. Napjainkban rengeteg mozgásformával találkozhatunk, de ha megemlítem, hogy itt pörgős zene szól, gyors mozdulatokat kell végrehajtani, és garantált az elfáradás, akkor már is szűkítettem egy kicsit a kört, ha pedig azt is hozzáteszem, hogy az egyik legismertebb alakja a Jane Fonda, akkor bizonyára már ki is találták, hogy mivel megyünk tovább, de nézzük, jó volt-e a tipp, amire gondoltak. A csoportban való sportolás nem csak a motivációt, de a jókedvet is garantálja. Amennyiben konkrét cél a fogyás, vagy csak jól szeretné érezni magát valaki, mindkét esetben remek választás az egyik legelterjedtebb edzésforma. Az aerobik az egy nagyon divatos és állandóan megújuló edzésforma, az aerob mozgásformák csoportjába tartozik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyakorlatok során ugye megemelkedik a pulzusszám, így a szervezet felpörög, és több energiát használ fel, és beindul a zsírégetés. A gyakorlatok során így teljes testet megmozgatjuk. Ennek a mozgásformának az egyik legnagyobb előnye, hogy csoportos formában történik, így nagyon sok motivációt nyerhetsz a társaidtól. És az órák során ugye olyan energiák szabadulnak fel, amelyek nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is feltöltenek. És hogyha már életed részévé válik ez a mozgásforma, akkor nem csak olyan, tehát nem csak te tapasztalod ezeket az élettani hatásokat, hanem a környezeted is észreveszi, és akkor te fogod motiválni majd őket. Több évtizedre visszamehetünk, ugye Jane Fonda találta ki ezt a mozgásformát, azóta viszont rengeteg változáson ment el, át rengeteg trend, rengeteg fajtája, variációja van ennek a mozgásformának. A szakképzett aerobik oktató elengedhetetlen, aki tekintettel van az egyéni problémákra, korrigálja a feladat elvégzési hibákat. Mivel kisvárosban élünk, ezért ugye nincs mód arra, hogy különböző fajtájú funkciói órákat tartsunk, ezért én differenciáltal tartom az órákat. Ez azt jelenti, hogy több trendet is mindig tanulok, és több trendet is behozok az órákba, illetve különböző állóképességű hölgyeket tudok megmozgatni azáltal, hogy minden gyakorlatnak megvan az alacsony, közepes és a magas intenzitása. Ezt megtanítom nekik, és egy pár alkalom után már önmaguk tudják.
tudják alakítani, hogy milyen intenzitással szeretnének ugye mozogni. Nagyon szeretik ezt a mozgásformát, igazából ez arról szól, hogy nem csak mozognak, hanem jól is érzik magukat. Tehát én igyekszem minden órán egy show-t tartani, mosolyt csajni az arcukra, táncolni, közösen énekelni, és én úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik a lányok. Az edzésforma kortól és nemtől akár kiegészítő kellékek nélkül is végezhető, azok igénybevétele pedig csak színesíti az edzéseket. Használunk funkcionálisan gumiszalagot, használunk softballlabdát, botot, sima egyszerű felmosóbotot a derék gyakorlatoknak a végzésére, szóval elég széles a repertoár. Bárkinek ajánlott kortól és nemtől függetlenül, azonban az egyéni tulajdonságokra ugye tekintettel vagyunk, esetleges korábbi sérülésekre, és mindig figyelek, hogyha a gyakorlatok intenzitását, illetve végrehajtásában, hogyha segítség kell, akkor ezt megkapják egyénileg. Egy óráig tart az edzés, úgy van szerkezetileg felépítve, hogy 10 perc körülbelül a bemelegítés, és akkor utána jönnek az aerob részek, anaerob részek, ugye, hogy eredményt érjünk el. Magas intenzitás, ugye ez tulajdonképpen a pulzusszám megemelkedése, a rendkívül jó a tüdő, a szívnek a karbantartására, és igazából tényleg a testünk és lelkünk formálására, és főleg úgy, hogy különböző fejlődési célok, különböző ilyen nagy mérföldkövek megugrása nélkül egyszerűen csak jól érezzük magunkat, mozgunk és sportolunk. Az órák szerkezetében még nem csak álló helyzetben dolgozunk, hanem talajon is dolgozunk, és kifejezetten ugye funkcionálisan a női testrészek, ugye a has, a csípő, a fenék, ezekre jobban ugye rámegyünk. Az ok, amiért a hölgyek a terembe érkeznek, általában megegyezik. Mindenki formálódni szeretne, az órák alkalmával pedig a nap gondjait is el tudják engedni. Igazándiból az, hogy így mindent átmozgat. Nagyon pozitív, nagyon jó az edzőnk is, aki nagyon nagy mosolya, lelkesedéssel csinálja, így nyilván így maga a mozgás is bármennyire megterhelő vagy kevésbé, akkor is így sokkal jobb. Minden feladatnak 3 különböző intenzitása van, és hogyha esetleg a bármelyikben elfáradok, akkor választhatom a könnyebben. Úgyhogy igazándiból csak az a lényege, ugye, hogy ne álljunk meg, inspiráljuk is igazándiból egymást, hogy így neki megy, akkor nekem is kell, hogy menjen. Ő bírja, nekem is kell, hogy bírjam. Ugye az elsődleges fő cél az az lenne, hogy így valamennyire így lefogyjak, illetve legalábbis formálódjak, illetve jól esik a szürke hétköznapokból így kimozdulni, illetve így érzem, hogy így felszabadulok a torna közben, utána. A csapatban, akikhez bátran lehet csatlakozni, sokan vannak olyanok, akik már évtizedek óta beiktatták a mozgást a rohanó hétköznapjaikba. Nagyon régóta, lassan 10 éve járok hozzá. Jó a gárda, jó a zene, jó a csapat lényegében. Sokszor csak ezért jövünk, hogy otthon le vagyunk ülve, és akkor kell a feldobódás. Egy-két hét, ha kimarad, akkor nehéz utána megint fölvenni azt a ritmust. Meg hát mi vagyunk egy pár, ez a korosztály mind én, annak picit nehezebb, úgy gondolom, mint egy 20-30 évesnek, de jó. Amennyiben szerves részévé válik az életünknek a sport, akkor csupa pozitív élettani hatást tapasztalható, amit természetesen a környezetünk is észrevesz. Igaz a mondás, hogy épp testben épp lélek. Ezt én 40 éves koromban éreztem át először, akkor döntöttem úgy, hogy ideje elkezdeni valamit mozogni, és Timivel elég régi ismerősök vagyunk, és így ez aerobikra esett a választás. Megfelelő mozgás segítségével a mély izmokat az ember kialakítja, amik egyébként ott vannak, csak nem használjuk őket, és nekem ez nagyon sokat segített erőlétben, egészségben, energiában. Ez a torna, ez a mozgásfajta, amit itt mi végzünk együtt, mielőbb elkezdi az ember a folyamatos, szinte napi mozgást, annál könnyebben megőrzi az egészségét, ami nem is ilyen korban, hanem majd időskorunkban fog előkerülni. Családban is, akik folyamatosan mozogtak évtizedeken át, fel annyi problémájuk van időskorban, mint aki nem így cselekedett. Csak ezek a példák, ezek pozitívan serkentik a hozzáállásomat. Az edzések, melyekhez bárki csatlakozhat, hétfőn, szerdán és pénteken zajlanak Tamásiban, a Sportok házában 18 órától.
Tamásiban már évek óta elérhető az a sport, melyhez kell egy tábla és két játékos, no meg persze nem utolsó dolog, ha a szabályokat is ismerik a tábla két oldalán ülők. 5-6 éves korban már bátran el lehet kezdeni az ismerkedést, ami aztán később nagy segítség lehet a tanulásban is. Gyanítom, kitalálták, melyik sportról esik szó a következő percekben, jöjjenek a részletek. A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan sokszor vizsgálták már. Megállapították, hogy a szellemi sport jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. Hát a sakk nagyon sok mindenre megtanítja a gyerekeket, meg hát úgy általában a felnőtteket is, tehát a logikus gondolkodástól kezdve a memóriafejlesztés, a fegyelmezettség, stb., tehát sorolhatnánk még jó pár dolgot, úgyhogy itt mi nyilván nem világbajnokokat szeretnénk nevelni, hanem a gyerekeknek szeretnénk egy kis segítséget adni például a tanuláshoz, hogy azt is könnyebben tudják a sok segítségével elvégezni. 5-6 éves lehettem, mikor láttam otthon, hogy édesapám sakkozik a barátaival, és akkor megtetszett a dolog, és hát addig jártam apukámnak a sarkára, hogy megtanította a lépéseket, és utána ez gyakorlatilag folyamatosan megmaradt, tehát szünet nélkül. Körülbelül ilyen 5-6 éves korban a legjobb elkezdeni, de természetesen később is lehet, tehát 8-10 éves korban is van, aki később kezdik. De hát ugye ez egy kortalan sportág, úgyhogy akár 50 éves korban is el lehet kezdeni, mert akkor is lehet még belőle sok mindent tanulni. Azért ez például már magasabb szinten, ahol már nagymesterek űzik a sakkot, ott szükségük van komoly fizikai felkészültségre is, mert azért egy ilyen 6-7 órás sakkparti az meglehetősen igénybe veszi a fizikai terhelésüket is, úgyhogy hát még itt gyerekszinten inkább csak az agyat. Tamásiban a sakkozás már évtizedek óta elérhető a sport iránt érdeklődők számára. Az idők folyamán számos név alatt futott a sportszakosztály, amely most a Tamási Szabadidő és Sportegyesület égiszei alatt működik a városban. Ez egy része a csapatnak, akiket láttok. Én a 7-5 napján tartok különböző helyeken sakkoktatást. Tabon, Dombováron, Idegszemcsén és itt Tamásiban, több csoportban mindenhol, úgyhogy ilyen 5-8 fős csoportokban az a legideálisabb, hogy akkor úgy általában körülbelül mindenkinek, tehát hogy az egyszintűek vannak egy csoportban, és akkor hasonló feladatokat tudok nekik adni, és akkor hasonlóan megy a fejlődésük is. Igazából a fiúk általában többen vannak, később pedig ugye felnőtt korban is a férfiak is. A lányoknál ugye az a probléma, hogy egy idő után, tehát nincsenek kifejezetten női versenyek, és még gyerekkorban, amíg vannak ilyen lányversenyek, addig még elejátszogatnak, de ha nem jutnak el egy bizonyos szintre, általában ilyen 14-15 éves korukig, akkor jellemzően abba hagyják, úgyhogy az kivételes nagyon, hogyha egy lány még felnőtt korában is sakkozó marad. Több százezren űzik a versenyszerűen a világon, és hát nyilván akikről még nem tudunk, akik hobbi szinten űzik, azoknak a száma még nagyobb, úgyhogy én szerintem népszerű. Meglepődök néha, hogy olyan körökben is, ahol ugye nem a sakk miatt találkozok az emberekkel, és kiderül meglepően számomra, hogy sokan foglalkoznak vele hobbi szinten. A foglalkozások menetét mindig a gyerekek tudás szintje alapján építi fel a szakosztály vezetője. A kezdők ugye nyilván a lépéseket kezdik el megtanulni, és az ilyen alap dolgokat a sakktáblával ismerkednek, és később már pár hónap után már feladványokat oldanak meg, amik ugye, amihez már kell egyfajta logika, meg kell hozzá egy kis idő, hogy megértsék azoknak a feladványoknak a lényegét, mert az már egy kicsit összetettebb. És aztán ugye több részből áll a sakkjáték, vannak benne tanulható dolgok, ami például a végjáték technika, hogy például hogy lehet egy vezérrel mattot adni, vagy egy bástyával mattot adni, később ilyeneket tanulnak, meg hát a megnyitás az már elég komoly dolog, így a sakkon belül, tehát azt már inkább később szoktuk a gyerekeknek bizonyos megnyitásokat tanítgatni, mert
ott már azért vannak bonyolult dolgok, még olyanok is, amik már a komolyabb sakkozóknak is fejtörést okoznak. Kristófot már egész kiskorában magával ragadta a négyzet alakú tábla. Kiskoromba kezdtem el, apukám láttam, hogy játszik a tesómmal, és akkor kértem, hogy tanítsam meg. Ott kezdődött el úgy elsőbe, hogy úgy jártam, akkor szerettem meg. Vannak nehezebb dolgok, de vannak a könnyebbek is. Ez attól függ, hogy hát mennyire tudnak az emberek. Laci bácsi ad feladványokat, és akkor mondjuk két lépéses mattot, meg egy lépéseseket, ilyeneket, és akkor azokat megcsinálgatjuk. Amikor kezdtem, akkor azt kellett megtanulni, hogy a számokat, meg a betűket a saktáblán. De meg egyre nehezettek a tanulások. Izgalmas a sakk. Taktikázni kell, meg gondolkodni. Valamikor órára játszunk. Az mit jelent, hogy órára játszotok? Az, hogy kapunk 20 percet, vagy kevesebbet, vagy többet, és annyi perc alatt kell megcsinálni, vagy végigvinni a sakkot. A foglalkozáson, melyre mindig lelkesen érkeznek a gyerekek, különböző feladványokat kell megoldaniuk. Először felállítjuk, utána meg szoktam tervezni, hogy mit csinálok, hogy mi van védve, meg kötve, és utána csinálom meg a feladványt. Ezek a kétlépéses mattok nagyon kifognak rajtam, mert még többet kéne gyakorolni rá. Kristóf barátom, aki most itt ül mellettem, az még egyszer óvodába hozott sakkot, és ott elkezdett engem tanítani. A Tamási Szabadidő és Sportegyesület sakkszakosztályának edzései péntekenként 4 órától a Sportok házában zajlanak, melyhez évközben is csatlakozhatnak az érdeklődők, akár a felnőttek is, hiszen a valamikori MB2-es sakkcsapat utánpótlás neveléseként indultak el a foglalkozások a városban. A következő mozgásformához, amelyről egy rövid kis anyagot készítettünk Tamásiban, nincs szükség előzetes tánctudásra, sem pedig partnerre. Kíméletes az izmok, ízületek számára, viszont egyedülálló módon segíti a demencia megelőzését, és semmilyen más tevékenységről nem mondható el, hogy 76%-ban segít megelőzni az Alzheimer-kort. Nézzük is részleteit ennek a jótékony hatással bíró mozgásformának. A táncolás öröme korlátlan, hogy a feszültséget, életenergiát ad, kiegyensúlyozottá és boldoggá tesz, ezáltal pozitívan hat testre és lélekre egyaránt. A kimondottan az idősebb korosztály számára kialakított mozgásforma pedig még a kognitív teljesítmény csökkenését is képes megakadályozni. A szenior tánc az idős korosztály számára kialakított mozgásforma. Nincsenek benne hirtelen forgások, akrobatikus ugrások, és kíméletes az időskor izmaival és gerincével. A mozgás öröm agytorna. Ez a szlogenünk, és ezt ha sorba veszem, akkor a mozgás, az ugye a tánc, a hozzáadott zene az egész testet átmozgatja ez a mozgáshoz, és a zene az a lélek gyógyászata, a gyógyítja a lelket, felszabadít. És jön az öröm, ami a jó közösséghöz tartozás, a csoportba együttműködés és a sikerélmény, ami növeli az önbizalmat. Az agytorna része, hogy a foglalkozáson résztvevő személyek folyamatosan tanulnak. A táncnak az adott feladatához megtanulják a kis lépéseket, a koreográfiát, amit több alkalommal beszédre átgyakorolunk, és ezt követően jön a zene. És ezzel memóriafejlesztés, koncentrációfejlesztés, figyelemfejlesztés, és így elindítjuk az agy működését, mivel az időskori demencia megelőzését, csökkentését érjük el. A táncoktató egészen véletlen találkozott ezzel a mozgásformával, amely egyből el is nyerte a tetszését, és elhatározta, hogy másokkal is megismerteti és megszeretteti. Van egy ismerős csoportom, ahol nagyon sokat beszélgettünk kulturális dolgokról minden, és megmutatta nekem azt, hogy nézze meg, hogy ők milyen táncot tanulnak, hova járnak.
és nekem ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és bejöttem a művelődési házhoz, hogy tulajdonképpen, hogy lehetne Tamásiba, vagy van-e rá lehetőség. És mondták nekem, a Cink Judithoz jöttem, hogy nincs oktató. És én ezzel elindultam oktatót keresni, és megtaláltam Dombóváron Fruk Ferencet, aki átsegített engem azon az időszakon, hogy el tudjam végezni a Szenior Örömtánc oktatói tanfolyamot. Ez egy évet vett igénybe, és a második évtől én tartom Tamásiba a Szenior Örömtáncot. A foglalkozások alkalmával 2-3 perces zeneszámok csendülnek fel, amely alatt az előzőleg betanult koreográfiát 4-5-ször is eltáncolják a jelenlévők. Hetente egyszer jövünk, minden hétfőn délután 5 órától vagyunk fél hétig, és ez a foglalkozás nagyon jó hangulatba tellenek, a táncokat megtanuljuk, végigcsináljuk, és nagyon jól érzik magukat a foglalkozáson a résztvevők. Egy koreográfiának az elsajátításához, ez különböző időt vesz igénybe, ez a nehézségi fokától függően vagy, hogy a résztvevők milyen könnyen fogják. Úgy 15 perc az elég ahhoz, hogy el tudjuk táncolni az adott feladatot. Leghosszabb esetben 20 perccel akkor biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Bár még nem jutott olyan nagyon sok alkalom ahhoz, hogy színpadon megmutassuk magunkat, de volt már rá alkalom, és most második alkalom, hogy megrendezzük országon belül a demencia napot. És akkor ugye csoportosan meghívok egy másik csoportot is, és volt is ilyen, hogy a rendezvénytéren megszerveztük a demencia napot, és ezt nagyon élvezték. És nagyon nagy sikerélményt adott nekik. Van közösségi megmozdító ereje a Szenior Örömtáncnak. 2 éves tájékozottságomból tudom mondani, hogy körülbelül hogy 7000 idős korosztályt tudtunk ebbe a mozgalomba bevonni. Remélem, hogy ez majd egy kicsit még megy följebb is. Ez mozgás, öröm és agytorna is egyben, ahol baráti társaságra lelhetnek, és átélhetik a közösséghez tartozás jól eső érzését is az érdeklődők. Tulajdonképpen én 2 éve járok, és hát először félben jöttem, ugye nem tudtam, hogy ez milyen, hogyan, de egy nagyon jó kis közösség jött össze, és az oktatónk egy nagyon ügyesen építi fel, és szeretem a táncokat, szeretem a zenéjét, és azok a zenék közel állnak hozzám, amiket játszik az oktatónk. A résztvevők ezekkel a mosolygós táncórákkal járulnak hozzá testi, lelki felüdülésükhöz. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!